Polgármesteri hivatal és a városi tanács nevében nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, az anyaország küldötteit, az előadókat, az érdekvédelmi szervezetünk tisztségviselőit, civil szervezetünk képviselőit, önkormányzati képviselőket és minden kedves jelenlevőt. Először is elnézésüket kérem a művelődési ház állapotáért. Mentségül objektív okokat hozhatnák fel, de inkább arra kérném önöket, hogy a nyílás zárók helyét, álcázó függönyöket képzeletben lementsék fel, és ott nyitott, jelképes ajtókat találnak kultúrára, szépre, tudományosságra, nyitott közösséget, olyan embereket, akik értékeiket megbecsülik és dolgoznak azok gyarapításáért. Számomra mindig nagy öröm, hogy egy olyan rendezvényen vehettek részt, ahol a kultúra továbbélését tapasztalom, hogy olyan pedagógusokkal, közművelőkkel, közéleti személyiségekkel találkozok, akiknek fontos, hogy tegyenek a közösségért, hogy elhozzák tudásokat ide, hogy segítsenek, hogy szolgáljanak, hogy a mostoha körülmények ellenére pénz és taps nélkül évről évre tegyék a dolgokat. Köszönöm mindenkinek a munkát, és köszönöm a vendégeknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. És így szeretnék bátorítani mindenkit, szervezőket, előadókat, fellépőket egyaránt, hogy folytassuk ezt a szolgálatot, hogy közösségünk szellemeinkben és lelkiekben épülhessen, és kívánok a kedves jelenlévőknek kellemes feltöltődést és két nagyon szép napot!